Üdvözlök mindenkit, itt Zeki! What's up, dudes? Ma beszélgessünk kicsit a Twitchről. És ma nem csak a Twitch tocokról fog beszélni, az online kurtizanokról, hanem kicsit tovább megyünk, beyond a határokon túl, ahol vannak többi streamerünk, akik csak azért streamelnek és azért csinálják ezt egész szart, hogy minél több pénzt tudjanak kifacsárni belőle, és hülyének szedik a nézőiket, és elég hosszú nyelvük van. Erről szeretnék így ma beszélgetni veletek. Kezdjük a legelején, a kezdőszette, amivel szokott Zeki indítani, az pedig az online kurtizanok, a tócok. Ugye, ők szaporodnak, mindig többen is többen vannak, mert más lányok is látják ugyanezt, így nézik, könnyű pénz, én egy csináljam én is. Szép csaj vagyok, van két nagy érvem legelő, és így, én is belekezdek. Hogyha rákattintó a általános csevegés szekcióra, akkor olyakot látó én reggelenként, amikor reggel fölkelek 5-kor, és így benyomom a gépet, rányomok Twitch, mert nem tudom mi, és így olyakot dob az arcomba, elmondom nektek, de most őszintén, pornóban nem látsz ilyen csajokat, geci. Pornókban nem látsz ilyen nőköt? Így rájuk néző és te? Mellik, honnan a faszomból szalájtottak téged, bazd meg? És nem az a legrosszabb, hogy csak Twitch-en itten tolja magát, hanem egy reklámfelület ő nekik, hiszen ha rámész Instagramjára, mert ha rámész egy szép csajra, akkor rámész az Instagramjára is, ugye? Na de ha rámész Instagramjára, és a leírásába szokott lenni egy multilink, én úgy hívom, rámész arra a linkre, és kimutassa a többi platformot is, ahol tudod őtet követni. És ott szokott lenni OnlyFans, Chaturbate, meg a többi bullshit platform, ahol tud pénzt rajtad keresni, mert te olyan kis, látszívű gyerek vagy, itt a gép előtt tűz, nincs jobb dolgod, van azért egy kis pénzed a zsebedbe, miért örömítsed a csajt? Netán kebleidre fog venni tégedet, van nem tudom, bazd meg, és akkor így happy end, de nem. Nem. Ő csak a pénzedet akarja. És, ha észreveszed, vannak a normális lányok, mert vannak normális lányok. Ők el vannak nyomva. És láttam egy interjút egy ilyen csajja, és azt panaszkodta, hogy ő csak ott volt Just Chattingben, szeretett volna beszélgetni a nézőivel, de megjöttek hülye gyerekek, akik őtet összekeverték egy olyan lenge csajjal, és irkáltak neki, csinálja ezt, kezén a táncol, meg ilyenek, hanem megfertőzik az embereknek az agyát a lengén öltözött kurtizanok, hogy minden lány ilyen, és egyből mindenkinek minden lány úgy fog lerényi, hogy hát az kurva, az is kurva, az is kurva, az is kurva. Aki streamer Twitchen lány, az mind kurtizan, és ez a lányoknak a reputációját teszi tönkre. Látjátok, csajok, hogy kiállok mellettetek? Nem hittétek volna? Szerintem lányok, akik láttak az én videóimat, mindig azt hiszik, hogy nőgyűlölő Zeki vagyok. Ez nem igaz. Szeretlek titeket! Hagyjuk a lányokat most egy kicsit, tegyük őket félre, haladjunk tovább, a lányok az ma a standard. És most beszéljünk a mainstream streamerekről. Hogy nekem mennyire fáj a fejem tőlük, az el se tudjátok hinni. Annyira utálom őket, hogy hihetetlen. És a legdurvább, akik nézik őket, azok egyenlők a birkákkal. És az a legszomorúbb, hogy ezek emberek, akik ezeket a mainstream streamereket nézik, így mindenne egyet értenek, amit ők mondanak. Hogyha azt mondják, ez a játék szar, akkor te is azt mondod, hogy szar, így ráütöd egyből, nem gondolkozó, nem formál saját véleményt, vagy bármi, szar, nem fogod te se játszani, és lehet, hogy egy hatalmas élményt hagyol ki az életedből. Na de, amikor nézek egy ilyen streamert, és így játszik egy olyan játékkal, amit ma én nagyon sokat játszottam, vagy pedig olyan játékkal, amivel netán majd későbbiekben fogok játszani, egy kicsit, épp hogy belenézek, hogy azért mizu, és így látom azt rajta, hogy deszorientál, de hatalmasan, azt se tudja, mi a faszom van, és így leszarozza a játékot. Miközben nem a játék hibája, hogy a streamer maga az ember szar, akivel játszik, és azt közvetíti a nézőinek, hogy tényleg szar játék, hanem maga az ember szar, aki játszik ezzel a játékkal. Mondanék egy példát. Játszunk egy Y játékkal, amiben például már belerakta a több száz órát. És te ugye tisztában vagy azokkal a dolgokkal, amikkel az a streamer nincs tisztában. Egy normális ember hogy kezd hozzá egy például egy MMORPG-höz, vagy bármilyen játékhoz, ami igen komplex. Legalább utána nézünk, informálódunk, mit hogy kőne, tippek, trükkök, érted?
ne essünk elején a pofára, hanem azért felkészülten induljunk a csatába. Ezek mit csinálnak? Mind a hülye gyerekek oda mennek, agyonveretik magukat, nem haladnak, csak fejlőnek, nincs sikerélményük, leszarozzák a játékot. Ma bocsánat. Ugye ők nagy streamerek, nekik nincs kurva 5 percük utána nézni annak a retkes játéknak, hogy netán jobbá tudom tenni az élményemet, és netán másoknak is megtetszik ez a kurva játék, amivel játszok a streamből, itt a chatten, és ők is tudnak már vele játszani, és lehet, hogy ők nekik jobban fog tetszeni. Helyette mit csinálok? Leordom a játékot, a nézőim is leordják a játékot, de nem játszottak vele egy dekát, láttak belőle 10 percet, és így, aha. Erre egy példát fölhoznék, régebben, amikor kijött a Star Wars Fallen Order, én úgy kijátszottam, elmentem nézni egy másik streamert, és így van az elején az a feladat, amikor golyókot kell lögdösnöd. No, csávó nem bírta megcsinálni azt a lögdösést a föld alatt, ugye a golyókkal, szitta a játékot, mint a kurva élet, milyen szar az a játék, most geci szar, a régi Star Wars-ok jobb volt, jött a Jedi Academy-vel, meg nem tudom, a boomer fassalgaival, és a chatbe a nézők azt mondták, igen, igazad van, és így nem tudom, úgy belevertem a fejemet asztalba, hogy hú, bazzeg. Ez a legszomorúbb, ez a legundorítóbb. Meg ezek a streamerek igazából csak azért streamelnek, hogy szponzorációk. Ők csak egy kirakati felület, vannak szponzoraik, és próbálják eladni a bullshitet, ott vannak reklámok, nagyba, jobbra-balra, lenn a chat leírásukba, kinn a képernyőn is ilyen, watermarkba szokott benne lenni halványan, és ők csak azért léteznek legtöbbnyire, lenyomják a párról a streamjüköt, kinn van ott a XY-nak a márkája, és cső, ők nem törődnek azzal, mi a faszom a streamőnek, vagy érdekli őket a játék, vagy nem érdekli, csak menjen a stream, menjen, pörögjön. És a legdurvább az, hogy ezeknek az embereknek nincsen egyéniségük, olyan tömeggyártottak, mintha a gyárból jönnének ki szó szerint. Látjátok ezt a kis majmot? Ennek a kis majomnak az a neó Tulu. Tulunak több egyénisége van, mint a Twitch streamerek 90%-ának. Érted? Hamarabb jövök nézni kis majmokot YouTube-on, mint hogy én elmenjek XY mainstream streamerhő, őt nézzem. Perceken keresztül. Ha ma ott vagyok 5 percig, geci rekordot döntöttem. Ja, meg vannak a kedvenc streamereim, azokat imádom, azt a kurva élet, de szeretem őket. Akik csalnak. Maga a streamelésben te tudó csalni, ha vesző viewer botokot. Vannak oldalak, ahol bizonyos összegét tudsz venni botokot, és elindítod a streameket, akkor elindítod a katonáidot, és megszállják a streamedet, és azt látod, hogy nulla nézőről főpumpálód, és ha rámész magán nézőkre, meg tudod ugye nézni a felhasználókat a chatten, akkor fura neveket ír ki. De ha rámész pontosan azokra emberekre, nem követnek senkit, nincsen semmi leírás, semmi, végképp, üres egész, azok ugye teljes mértékben botok. És főleg akkor fura a dolog, amikor fél órán keresztül egy ember írt be a 100 plusz emberből. Na akkor a legjobb. Ilyen emberekkel találkoztam, van, akitől bannóva is vagyok. A legjobb, amikor indokolják, akkor miért nem írnak be a chatre. Volt, hogy beírtam az egyikné, hogy miért nem írnak az emberek. És azt mondta, hogy más csinálnak. Nem tudom, az a 100 ember mind veri a faszát, vagy nem tudom. Vagy pedig meghaltak, és ott hagyták a gépet, hagyd menjen. Pont viszi őket el a mentős, vagy a halottas kocsi. És a legdurvább, így meg tudod szerezni a partnerséget. Nem egy, nem két ember, most magyarokról beszélek, akik megszerezték a partnerséget úgy, hogy szétjúverbotozták magukat. Szétbotozták magukat, és ahogy meglett a partnerség, az a 100 plusz néző, mindegy mit indítottak, milyen játékot, vagy milyen bullshitet, 100 plusz néző megvolt. Most ma 30-25. És így, azért na, azért ma álljon meg a menet. És amikor egyiknél beírtam aztat, hogy mennyibe kerültek a botok, lebannolt engemet, és azt mondta, hogy bukott videós vagyok, meg ilyen bullshittek. Elkezdett így kicsit köcsögösködni velem, de én leszarom. Én jó tudom, hogy ő hogy szerezte a ő nézőit, partnerségét Twitchen, és szánalmas, kurvára szánalmas.
és mások is, ahol megszerezték partnerséget, hoppá, 100 plusz néző nagyon lement. Biztos meghaltak a nézők, nem? Mind ilyen 90 éves öregek voltak, aztán hirtelen szívinfarktot kaptak. Biztos megörültek a nagy streamernek, meg lett neki a partnerség, meghaltunk. És így, csa, ez fasság. Még mielőtt elmennék, egy dolgot meg szeretnék említeni. A játékipar a streamerekhez alkalmazkodik, és azt már észrevettük pár játéknál, és igen, nem voltak a legjobbak, de az a szomorú, hogy ez folytatódni fog, hiszen egyszerű játékot kell kreálni, hogy egyszerű streamer átmenjen rajta, ezáltal egyszerű néző azt higgye, hogy ez jó játék, és játszom vele, fizesse ki az árat. Ez a jövő. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek a videómat, ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, ha valamit hozzá szeretnél szólni, akkor oda a kommentekben megteheted. Én voltam a Zeki, auf üdvözlünk mindenkinek, meg egy szép napot, sziasztok! Yeah.